A Te kettőnézek legnagyobb Gál Balázs, és egy pár hónapja már lassan kicsomagoltuk nektek a Huawei P9-et. Most már Amúgy pontosan 7 mm vékony, nem is 7,7, és ezt már látjuk, hogyha például egy Samsung Galaxy S7-t összehasonlítom, hogy a S7 egyszerűen drágább, vagy mi az vastagabb. Drágább is amúgy, hát az van a fejemben, de nem sokkal egyenlőre, úgyhogy majd egy részletesebb, külön összehasonló videót ezekről a termékekről csinálok én itt nektek. Az elején és alul Huawei oda van írva, és egy 8 mm, csak erre lenne talán jó ez a funkció, hogy itt elindítom a kamerát, és majd utána fotózok, de még sokkal gyorsabban lehet indítani a kamerát, hogy csak kétszer megnyomom itt a hangerőszabályzót, egyszer-kétszer, és akkor már is egy másodperc alatt például lőtt nekünk itt egy fotót, itt, hogy mi van az asztalon, ami ahhoz például a játékok is tartoznak, ami például a Relic Run-nál nagyon szépen lehet mutatni, hogy milyen gyorsan tölt be, mert ezt szoktam mindig tesztelni másik gépekkel is. Persze láthatod, éppen még van egy csomó másik játék is, de azok amúgy azért kerültek rá, mert egy másik telefonomból költöztem úgymond erre, és akkor így át lettük húzódva. A netből ugyanúgy egy fél esélyt eltartott, de mindent letöltött a Huawei, ami kellett, és megfelelő még folderben sakta. Tehát nézzük meg a képet, amit készítettünk, méghozzá megint kimenjek komplet és állunk a galériába, mivel összehasonlok nektek olyan hasonlításban mutatni egy képet, amit itt az Empire State Buildingről lőttem, ez most too much. Itt ez lesz jó, sötét az egész, igazából csak látszik a torony a háttérben, és hogyha itt közelebb rámegyünk, ugyanezt a fotót megcsináltam a Samsung Galaxy S7-tel is, igen, ugyanúgy manuális módban és ugyanazok a beállításokkal. Itt látjuk majd, a méret is egy kicsit különbözik, úgyhogy erről majd később beszélünk, ennyi volt, úgymond a Huawei P9-nek a tesztje, nem volt most olyan német, mint a hosszú, mint a német tesztem igazából, de sok minden más már nem is fogok bemutatni rajta, mivel egy több cucc most már csak összehasonlítási videók lesznek itt a Tech Magyarország YouTube csatornáján. Közben ezt néztetek, nem engem Gál Balázs, legközelebb is nem fessék feliratkozni.